valamint három samidőn. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, Vitéz Mátyás király urunk, mennybe száll a s érette Dabke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Meg büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Lettünk ihletet, írjuk a szobodában, kezdődött el ez az egész, amiről most beszélünk el.
mi volt a jelet, és mi lettél? Van-e olyan életed, mint másképp élnél? Tudd meg, hogy cikkba, amit óviba kaptál, és nem csak sima méhecske, vagy kaptál. Nem tudtuk még, mikor a homokozóban nőttünk, hogy galaktikus, szubkarmikus pályára kerültünk. Csak abban a pici pillanatban is pepünk fel, mikor tovább jött a noviból a jel. És akkor megállt az idő, és rögtön tudtuk, hogy az ásal kap a nagy harang, az nem csak humbug. És nem csak az oda-oda ott a mat maradt jel. Éreztük egyből, hogy hogy nőjünk fel. Az a szép, az a szép, ha a te utadon néz még, ha máshol hülyén is nél. Az a szép, ha a te utadon néz még, ha máshol hülyén is nél. Láma miért azért jó, mert összekott a néhány ország a sonló. Az a strand, kinek küldetése van, a vicces is, akkor is az a strand. Azt hiszem hip-hop, és hippie-hopi, hip-hop, happy az élet. És örökké csak megy, megy a buli, és fennlenni tuti, na de elmondom, hogy tévedésben élsz. És most visszatérve felnőttünk, végre persze úgy értem, hogy már amennyi ennyi évbe belefér. És ide frankon megküzdöttünk érte, de ha itt lehetünk, értem? Már megérte? Bing, bong, mi nem szól így a harang. Értünk, addig élünk, na és megy tovább a halak. Tudjátok, ez a hat, hat hatalmas az örömünk, és van nektek egy üzenetünk. Aki mer, azt ne, bizzá! Viszont bizalom a jelekben, barátom, de nem vár plusz erőt, és előre nem mond meg. Áll, borzasztó, mi vár? Lehet ellened rossz Putyin vagy Gloria Estefan? Az a szép, ha a te utadon néz még, ha máshol hülyén is néz. Az a szép, ha a te utadon néz még, ha máshol hülyén is néz. Láma miért azért jó, mert összekott a néhány hozzák a sonló. Az a strand, kinek küldetése van, a vicces is, akkor is az a strand. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. És csókokat nyomott rám. Csirály, hogy hisz a mesékben még néhány királylány, hogy megtöri csókja a boszorkányát kát. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig még a marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyere meg mentő. Sírhat még ezen egy.
most lakóktól, úgy félek én. Itt vannak közbenk a föltekén. Nem látod, mert áruhában jár, a buszon talán épp melletted áll. A most lakóktól, úgy félek én. Itt élnek köztünk a föltekén. Vannak szürkék, zöldek, kékek, de én mindtől félek. A most lakóktól, jaj, úgy félek én. Terben, és láttam én, ott volt az ID. Halihó, sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, srácok. Hogy vagytok? Mi újság? Itt van velünk Zsombi, Pati, Csak egy Koloki, Bogi, Marianite, Ash, Diszti. Látom, hogy szeretjük a várakozó zenét, én is szeretem. Varnyú, avagy ahogy Diszti mondta, vérnyúl. És Anna is beköszönt. Hellóka, nyalóka, most csak beugrottam, mert egésztől próbám van, és már ott vagyok a színházban, csak unatkozom, mert még én vagyok az első. Hát akkor kérlek szépen, kérd meg a színházas barátaid, iratkozzanak fel, és közelebb leszünk a 7000-hez. Anna, köszönöm szépen, kicsit dicsér fel. Úgyhogy, ja, és jó próbát, és szia, Szabi! Na, mindjárt elindítjuk, aztán elmondom, hogy miért késtem, mert hivatalosan 4-kor akartam indítani a live-ot, de olyan rég volt Hogwarts live, hogy 62 vagy 65 gigát frissített, és hát azt számoljátok ki, tehát, hogy elindítottam ilyen 2 körül, és most végzett. Úgyhogy, ja, aztán utána az OBS is befrissített, úgyhogy... Úgyhogy messze nem tudtam hamarabb kezdeni. Szia, Sakura! És Diszti Dave, van egy kérdésem hozzád, nyugodtan tedd fel. És köszönöm, hogyha megosztátok, hogy indult a live, rég volt Hogwarts, kb. Egy ilyen 2 hete, 2,5. Bűvészkedés hogy megy? Hát tegnap dolgoztam, ugye, nagyon fárasztó napom volt, 2 trükköt már nagyjából tudogatok, 3-at tanulófázisban vagyok, Anna, hát még idő. De ma akartam gyakorolni, de aludtam. Nagyon haragszok is magamra, hogy végig aludtam. Ha Kenta úr lennék, hogy szerelnék fel a lakásba egy lóvécét? Kenta úr lennél, hogy szerelnél fel a lakásba egy lóvécét? Ez egy vicc lesz, Diszti? Amúgy nem tudom. De hát a lovak bárhol kakálhatna. Már megint itt tartunk, Diszti, még most kezdtük el. Hát alapvetően végül is nem tudom. Csinálnék, hogyha mondjuk, hogy egy panelba vagy, akkor az erkélyre én csinálnék egy ilyen nagy kosarat, amiben bele lehet potyogtatni, vagy valami, és azt ki kell üríteni mondjuk, mit tudom én, 2 naponta. És akkor a Kenta úrné csak kidugja a popóját, vagy éppen ha pisilnie kell, akkor más, pisil egyet, és akkor utána azt kicserélik, vagy valahogy így, nem tudom. De hogyha mondjuk egy rendes fürdőszobába szeretné egy lónak való WC-t, akkor kérdezzük meg Varnyút, aki ismeri a lovakat közelebbről. Varnyú, ötlet esetleg egy ló WC felszereléséhez, hogyha Kenta úrok lennénk. Segítek addig díszletépítőnek építeni a díszletet. Rendben van, 2 napja ezt kérdezgetem mindenkitől, de senki nem tud jó választ. Hát szomorú. De a Kenta urak például a Hogwarts Legacy-ba is szabadon vannak. Mondjuk itt amúgy aktuális, mert a van Kenta úr a játékban. Tehát, hogy teljesen jogos a kérdésed. Tehát, hogy majd megkeresünk a Kenta úrokat ma, valamikor, és akkor meglátjuk. Most meg a shadereket tölti, azért ilyen nagy a fejem, addig úgy vagyok vele felesleges lekicsinyítenem. Kinek hogy telt a napja, srácok? Köszönöm szépen, Anna, szuper vagy. Matricákat csinálok. Na, tök jó, milyen matricát? És hogy vagytok, meséljetek? Én nekem tegnap nagyon rossz napom volt. Nem is bántam, hogy nem volt live. Mondjuk dolgoztam estig, hát ma reggelig. Nagyon-nagyon fáradt voltam reggelre. De egy gyönyörű pillanatomat kaptad el, Anna, úgy nézek ki, mint valami barom. Mármint alapvetően semmi probléma nincs.
Tehát nekem ilyen nagyon szutyok napom volt tegnap, nem tudom, próbáltam barátaimmal üzengetni, meg minden, és akkor úgy éreztem, hogy mindenki ilyen utájuk dévet napot tart, vagy valami, mert hogy alig írtak vissza, nem is reagáltak telefonra, és aztán utána Baxiról kiderült, hogy ő live-ot tartott, és akkor majd visszanézem a live-ját, hogy mondta, hogy Dave-nek valami baja van, oh my god, de nem bajom volt, csak szimplán beszélgetni akartam, aztán beszéltünk is 3 órát. Rendben, rendben, Sakura. Minden fain esnél, ne csak beugrottam, de még jövök, csak megy alól a game. Oké, Diszti, valamikor itt is megy majd újra alól, mert jó volt a múltkori live egyébként. Na, úgy látom, hogy lassan betöltött. Úgyhogy ide felrakjuk magunkat. Úgy. És mindjárt kiderül. Írtam ugye annak a bizonyos fiúnak, ugye, akivel főszerepet játszok. Most mert unatkozom és elkezd, és sietek bár, de unatkoz. Ennyi. Na. Én betelepítettem, amit Maria Knight javasolt, hogy most már ugye megvan a hivatalos magyar fordítás, megnézzük, hogy felülírta-e és értelmesebbek lesznek-e a magyar szövegek. Szia zsombi, Mizu, nagyon fáradt vagyok, kettő óta fenn vagyok, mert nem bírtam aludni a rémálom miatt. Pati, megint ugyanaz volt, vagy más? Mondom, Pati, ne aggódjál. Most nem fogom live-ba elmondani, hogy mit álmodtál, meg ilyenek, úgyhogy lényeg az, hogy minden okés. Hogwarts Legacy. Én is olyan fáradt vagyok, de én meg azért, mert ugye, hát én is konkrétan 2 órát, ha tudtam pihenni munka közben, aztán hazajöttem, és konkrétan óránként beállítottam az ébresztőt, hogy de felkelek, csinálok más, nem csak alszok, és csak aludtam mindig. Hát 4-szer nyomtam ki az ébresztőt. Jaj, de hülye vagy, Anna. Nem vagy 100-as. És gyerekek, akik tagok, használjuk nyugodtan a beköszönő hello emojit, az azért van. Megérkeztek a live-ba, első dolgod, hogy nyomtok egy ilyen hellót. Jó? Ez azért van. Tényleg. Szokjunk rá. Jaj. Aztán utána... várom már a művész urat, értem, hát egy csapattársam miatt nem lett meg a rangom, mert 6 másodpercre afkold, de amúgy jó vagyok. Ó, én ma borzalmasakat Brawl Stars-oztam. Tényleg tél van, és nem is tudom, hogy hol tartottunk. Itt. Ott a kacske. Vagy jó. Jó a játékhang és az én hangom, ez fontos az elején, mert minden játéknál más. Hogy jó hallatszik a háttér. Mindjárt megpróbálok. Hé, hey, haló! Ja, azért mondom, nem ezt mutatta. Hallatszik a varázslat, az ugra, de lag. Igen. Igen, update után ez is laggol. Nagyon jó, tökéletes, jó. Holdkő, akkor meg is van, mivel kezdjük, elmegyünk eladni cuccokat. Mert most update-elt 60 gigát, szerencsétlen. Egyből megyek eladni. Mert konkrétan... nem fogunk tudni gyűjtögetni dolgokat. Áfonyás muffint valaki? Holnap írunk 4 tézét is. Egészséges. Jana csinálta. Na, Maria Knight, kér egyet. Van 4 darabom. Már csak 3,5. Mivel tegnap egy kicsit én is depiztem, de ma már jobb. Örülök, hogy a depizéseim nem ide a live-okra jönnek, hanem általában, amikor nem tartok live-ot. És ilyenkor itt eszembe, mikor valaki mondta, hogy Dave, neked mindig jó kedved van, és neked mindig könnyű. Nem. Csak próbálok pozitív lenni. Ballagásokra el szoktál menni? Ha éppen nem dolgozok, akkor igen. De most például lehet, hogy a benyájékére se tudok, ugye unokaöcsémékére, mert annyira sok dolog van. De az a kérdés, hogyha valaki meghív ballagásra, el szoktam-e menni, volt már rá példa. What can I do for you today? Azt hiszem.
Na, adakozzunk a bácsinak. Itt ami piros, az végül is nem kell, mert az rosszabb, mint amink van. Ezeket mindet vegyed meg. Adjál nekem pénzt. Dobd a donétet, kedves pipimbáital boltos. Nagyon jó, pörögjön az a donét, nagyon szép. Hát mondjuk gazdagok nem leszünk, mert 90-eket ad. De semminél végül is több, van egy sapi, amit majd fel kell becsültetni. És akkor így. I hope to see you again. Farewell for now. Tegnap unatkoztam. Hát, én a munka miatt nem tudtam unatkozni, de elhiszem. Ha ilyen van, akkor nézzetek vissza a régebbi tartalmat, akárha hiányzom, bár... Mondom, én olyan depis voltam, mondom, tegnap ilyen utáljuk dévet napot tart mindenki, vagy én nem tudom. Még írtam is a modiknak, hogy egyedül ők voltak, akik válaszoltak. Aztán utána változott, mert utána már azért volt, akivel kommunikáltam, de hogy nagyon-nagyon szar napom volt. Folytassuk a sztorit. Most csak azért jöttünk ide, hogy eladjak. Hogy állunk küldetésügyileg? Tiszta halandzsa, szerintem ezzel folytatjuk. Tiszta halandzsa, beszélj, amit tal. Lodgok megkért, hogy találkozzak vele, Roxfortól délre fekvő kobold bányánál, és arra kért, vigyek magammal valakit, aki beszél halandzsul. Jó. Ez fog történni. Remélhetőleg. Mindjárt megnézzük, hova kell menjek. Ez már világtérképen van. Aha. Ott a várba. Jó, hát arra még nem nagyon jártunk. Innen oda tudok menni talán. Na én mentem, mert megjött a művész úr, kívántok sok szerencsét. Sok szerencsét adda, és jó próbát. Sikeres próbát. Én tegnap várok, hogy Dave Iron, hogy játszunk napot tartottam. Jó, rendben, mert folyamatosan munka lett, amint izé... amint elmentünk volna Brawl Stars-ozni vagy Unite-ozni, abban a percben vagy telefonom csörgött, vagy munka volt, vagy jött valaki a munkahelyre, vagy izé, ide menjek, oda menjek. Tehát Pati, tegnap nagyon kifogtad. De azért sikerült pár kört játszanunk, csak... Csak hát na. Na. Ja, mondom, mi zenél itt a fülembe, de azok a virágok. Menjünk repülve. Teszt rá a szárnyakat ad. Repüljél! De várjál, az van kijelölve nekünk? Aha. De hát nekünk nem is a Roxfortba kell menni, várjál már. Vagy de. De ez hülye. Átrakta a küldetést. Vagy de? Nyolj oda fel a toronyhoz. Ok. Még gyorsan elmondom, azért hívom így, mert nem engedte, hogy elmondjam a nevét, de majd erre sor kerül. Oké. Tegnap óta enyhe fejfájós kínoz, nem tudom miért, mert rendszerint fél óra múlva vettél be fájdalomcsillapítót, Maria Knight. Na várjál, csillagvizsgáló kell nekünk. Az olyan rossz, hogy nem tudok oda berepülni, hát hivatalosan be kéne, hogy ilyenkor repüljön. Nem léphetsz be erre a területre. Na hát akkor megyünk mindjárt csillagvizsgálózni. De nem is ez az a küldetés, várjatok már. Láttátok, hogy tök máshova mutatott. De ez az pedig.
Még mindig imádom a játéknak ezt a beállításos mechanikáját, idézőjel. Jó, hát akkor itt valahol csak le tudok szállni. Ahonnan fel tudnék menni. Oké, Szabi, előbb elmondtam mindent. Away! Állj már meg, te tesztrál! Te trágyalé! Igen. Görges vissza, Szabi, tényleg. Nem szeretném 3 percenként ugyanazt megismételni, köszönöm. Szia, Chrisun HD Gaming. Mizu. Hellóka, csak beköszöntem, mert megyek tanulni. Szia, Luca, rendben van, jó tanulás, és örülök, hogy benéztél. Na, várjál, megyünk még lejjebb. Hallod, lemegyek a pincébe már lassan. Hát ez egy zár. Elrontottam? De hát innen jöttem, ez meg van hűve. Na jó, mindjárt nézek valami odautat. Most már annyira elkantottam a modos Minecraftra. Na hát ez tök jó. Én majd valamikor a simát kezdem el, a jávásat, mert az van meg. Nem a letöltős, mert én annól megvettem. Azt tud jönni, akinek szintén megvan az eredeti. Halinina, Mizuel, szia Adolf, hogy vagytok? Közben megkajálok. Meg vagyok, köszönöm. Nem a legjobban hangulatilag, de a live-ot nem akartam leizélni. Mikrofon, megint búg. Mi van vele? Most jó? Sípol meg mindig? Jónak tűnik most. Jobb. Én nem hallom, azért kérdezem. Kihúztam meg, visszadugtam. Na, majd le valamikor már tényleg meg kéne vegyem az új kábelt a régi mikrofonhoz. Nem tudom, miért kezdett el sípolni, semmit nem csináltam. Értelek, Sakura. Mondj, szia Zsolt. Na, csak feljutottam. Hello there. Üdv. Hello, Amit. Szia, Amit. Jól emlékszem, hogy azt mondtad, te beszélsz kalandjuk. I did. Igen, úgy értem, beszélek. A kobold miatt kérdezed, akivel láttalak a rosszorban. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. Igen, a nevelőd gók használt vennénk a segítségednek. He's waiting. Egy kobold bánya közelében vár engem, akar segíteni? Hát persze, hogy akarsz. Így van. Lehet veszélyes? Hát nem baj az. Azt hiszem, csak mutatni akar nekem valamit, aminek a halancshoz van köze. Ha ő segít, ő Sziron egyik barátja. Ezt jól tudni, Sziron a bízik benne, akkor már is jobban érzem magam. Jobb ez a fordítás, tényleg ez már az emberi fordítás elvileg. Lord Gok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Itt thank még nem jártam. Help me, Amit. You are very de nem ezt akartam az Amidot. I'm looking forward to meeting your friend, Lord Gok. Lord Gok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first.
So I will meet you there. Jobb kétszer, mint soha. NPC ismétlés. Na ezt akartam csak. Távcső maga nemében legjobb csillagvizsgáló eszköz, tökéletes hol csillagok minden égítés megfigyelésére. És akkor most mehetünk, de biztos, hogy nem gyalog megyünk, azt most megmondom. Hanem most fogunk kiszárnyalni oda. Oda. És onnan fogjuk megközelíteni az objektumot. Ezt akkor mióta Minecraftozol, vagy mennyit szoktál Minecraftozni mondjuk egy nap? Meglátjuk, hogy mennyit haladunk most a Hogwartsba. Én örülnék, ha tudnánk haladni. Csak nem számoltam bug fixálások, hogy ennyi update lesz, mire kezdek. Szia, ez a Soul Channel. I've always said that travel broadens the mind. Time for a jaunt, I'd say. Time to go a little quicker. De elveszi egyből a jelzést. Na, megvan. 16-ba kezdtem, kb. 1-2 órát szoktam. Aha. Megyünk a bányához. Azért jó lenne a valóságban is így tudnál közlekedni, nem? Nem kell tömegközlekedni, csak előveszed a tesztrálod. Állj már meg, fiam! Ó! No need to race down, my friend. Na. Ó, ezt még nem oldottuk fel. Nagyon jó, a bárnya szeme. Hát a bárnya szeme sötét! Okay. Oké, okay, valószínűleg hogy be fogunk majd menni amúgy a bárnyába. Azt nézem, mi van még itt, esetleg láda vagy valami. Az mi lag? Revelio. Ott a láda. Mondtam én, hogy lesz valahol láda. Egy szemüveg. Na, beszélgessünk, te kobold. Várj, itt van mondjuk egy ilyen Merlin feladat is. I know what that means. Merlin trial. De hogy itt vajon mit kell csinálni, az kettőt és könnyebbet. Majd valamikor megnézzük. Gyere, kobold uram! A friend who speaks gobbledygook. Barátom, aki beszél halandzsot, itt találkozik velünk, mielőtt megérkezik. Jó lenne, elmondanám, miért is vagyunk itt. Természetesen, sajnos az, hogy Rarnoknak megmutattam úrtak sisakját, nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, mivel ismerte a visszaszerzésével kapcsolatos részleteket, gyanított, hogy egy boszorkány varázsló segített. Erre számíthatott volna. Nem áll, de bot ezt eszembe a banyaszeme címen. Ja, ennyi, bocsánat. Annyira fáj a gyomrom az idegtől. Miért vagy ideges, Szabi? Azt mondtam, hogy ez majd helyrehozza a köztünk lévő szakadékot. Attól tartok, hogy Rarnokról van szó, nem számíthatunk észszerű reakciókra. Átkozott Bragbor, átkozott naplói. Bragbor? A Rarnok egyik őse, híres félműves, ha együtt akarunk dolgozni, azt hiszem többet kell mondanom.
Not long ago, Rajnok nemrég elküldött egy összegyűjtsem a Bragbor naplóit, amelyek újra felbukkantak, akkor naplót fogunk keresni valószínű. Olyan repozícióról szólnak, amelyek építésével oké, tehát nagyon gyorsan beszél a kobold. Nagyméretű, magikusabb megerősített tárolókat, amelyek koboldfémből készültek. Minden olyan helyet meg kell találnunk, amelyek naplóban említett nehézhez, névhez kapcsolódik. Jó. A good castle. A Rockwood kastély, ott már voltunk. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. Varázslók évszázadokon át, sőt, nem voltak hajlandóak megosztani a mágikus tudásukat koboldokkal, sőt, meg azt sem engedik, hogy pálcát valami, ezért a kobold használjuk, gondolom. Törítézni miatt egyszerűen nem értettem, de legalább egy fagyi felvidít egészségedre. But here comes my friend Armit. Megérkezett Armit barátom, jobb lesz, később folytatjuk. Oké. Greetings, Lord Gok. It is an honor. Megtiszteltetés, uram. Ön beszél halandzsul? Bagaleo. Enough. Elég, kérem, ne mondja, hogy ez halandzs akart lenni. Nos igen, talán kiejtésem egy kicsit rossz volt. Jó, ez vicces volt. Valljuk be. I imagine certain dialects differ. Kiejtés itt mellékes, egyetlen nyelvet is alig ismertem fel, bízom benne, hogy az olvasás jobban megy, mint a beszéd. Ez én vagyok, amikor értem a beszédet, de olvasni meg nem szeretek. Vagy fordítva, hogy én beszélni nem szeretek, csak olvasni. Csak Lord Gok, szerencsére mindössze arra van szükségünk, hogy megértse az írott terveket, mivel én nem tartok önökkel a bányába. Legalább a bányában nagy esélye nem lesznek pókok, aki itt volt előző live-ban, emlékszik a nagy jumpscare pókra. Meg kell tudnunk, hogy Rarnok mit tud, vagy mit tervez, a sejtésem, hogy óvatosan lojalítsa terveket hagyott hátra. Én pedig azért nem mehetek önökkel, mert túl nagy a kockázat, hogy jelenlétem Rarnok fülébe jut. Ügyelniük kell rá, hogy ne lássák meg önöket, sem megbűvölt ajtó feletti szem, sem valamelyik lojalisa. Szia, Levi, mi újság? Egyébként fun fact, képzeljétek el, tegnap tudtam meg, hogy az egyik bug fixálás az az volt, hogy a pókokat lejjebb butították, hogy ne legyenek olyan ijesztőek meg élethűek, mert nagyon sokan panaszkodtak rá, hogy annyira ijesztő a pókos rész, hogy akinek pókfóbiája van, nem tudja végigjátszani a játékot. Úgyhogy elvileg azon javítottak. Hát én is úgy megjumpscare-eztem, úgy megijedtem, mint a vadállat múltkori live-ba. Na hát akkor itt a kezdés. Revelio-t mondott a Maria Knight. De ez nem vitt előre sokkal. Aha, megyünk a nagy kapuhoz. Ez valami kódos ajtó lesz. Hol a gyerek? Revelio! Confringo! Expelliarmus! A jó napot, uram! Mit kell itt csinálni? We need to break its line of sight. Meg kell oldanunk, hogy ne lásson minket. Ja, hogy láthatatlannak kell legyek! Aha! Jó! Igen, rájöttem közben, Mire beírtad, pont rájöttem. Na, bánya szeme! Című feladatot fogjuk csinálni a mostani live-ba. Hogy tetszett a tegnapi Kinder Joy-nyitás, srácok? Nem tudom, megnéztétek-e? Mármint, hogy azt tudom, hogy vannak, akik kommenteltek őket, tudom, csak hogy tetszett nektek.
Egyébként ne legyél ideges, Szabi, biztos lehet, hogy jó sikerült ez a töridoga, vagy ha nem, akkor még szerintem van időd javítani, gondolom. Könyvek ritkán készítik fel az embert a valóságra, igazi kobold mánya, még annál is nagyszerűbb, mint amire számítottam. De szép amúgy! Amennyire nem szeretem a bányákat, azért jól néz ki. Szia Petra! Mi újság? Mi éppen megyünk bányászni. El sem hiszem, hogy találkoztam egy kobolddal! Egy kobolddal! Jó, befejeztem. Egy kobold! Várjál! Ezt meg kell gyújtani? Ez tényleg jól néz ki. Látod a dév logika? Figyeld! Tűzvarázsló! Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. A minusz egyes szint következik. Hallod, most minden tud a Dave mit csinál. Ritka pillanatok egyike. Keres bizonyítékot. Én olyan bizonyítékot találok. Nézd oda, a rutin gyerekek. El ne hidd. A rutin, ahogy leestem. Gyászolom a hajam, elhatározom, hogy kicsit felfrissítem, aztán most rövid és szokatlan. Petra, nem is láttalak még rövid hajjal szerintem soha. És hogy jött az ötlet, hogy most ezt csinálod? Csak valami újat szerettél volna? Bár óvatosnak kell lenni. Oké, vagy óvatosak, vagy megtámadjuk, vagy láthatatlanként menjünk. A déves módszer, hogy berohanunk, de most menjünk láthatatlanként. Ez az emberke idegesítő állandóan fecsegni fog. Tényleg zavaró, amikor tényleg itt lopakodsz meg koncentrálsz. Jó, hát nyilván fogok harcolni, nyugi. Aha, ott kettő koboldot látok, meg még egy. Mi az észrevett láthatatlanul? Várjál, nincs benne gyilkoló cucc. Crucio. Hallod, ez bevadult. Easy. Ennyit arról, hogy itt elosonunk. I'll get us through here safely, Armit. Aha. Azt kell gondolom lehúzzuk. Miért nem húzza le? Ó, láthatatlannak kell legyünk. Miért láthatatlanból fogom lehúzni? Várjál. Aha! De akkor az miért van ott? Na mindegy. Nagyon csúnya volt már a vége, meg szőke is lenőtt, így úgy voltam bele, hogy ezt a részét levágatom, hagyom kicsit rendes állapotában, és ha megint megnő kellően, akkor megyek felsetni. Rendben, gondolod, küld át, megnézem, milyen lett a hajad. Oké, ezt megint be kell gyújtani. Kis donétka. Csak illúziós bűbáj távolról nem vesznek észre, de ha túl közel van, akkor igen, értem. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Na, kutassuk át az asztalt. Ott is ott a pénz.
Hát, ott már vannak ellenfelek, igen. Jó, menjünk. Ki még nem tette, fejelje meg a lájkot, köszi. Ja, fölöttünk vannak az ellenfelek, nem lent, aha. Amúgy nagyon szépen van kiépítve ez a bánya rész szerintem. Nektek hogy tetszik? If I'm translating this correctly, and I think that I am. Ugye először kell begyújtani és aztán lehúzni, aha. Let me know if you see any more plans or schematics. Ott már lesz valami harcos, nézzünk vissza a másik útra. Szeretem, mikor több út van. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Támadás! Andrea! Tökéletes. Levarázsoltam, hallod? Nice. Mehetünk a csőbe. David, csőbe húztak, mondhatnátok. Aha. Easy. Hoppá. Jaj, de sokan vagytok. Ajaj, mégse olyan könnyű. De az Imperio azt hiszem nincs berakva, nem? Majd meg kell keresnem mindjárt. Vagyunk. Én örülnék, hogyha 4 slotnál több lehetne, tehát én adnám, hogyha lehetne 6-8, mert ez a 4-ből válogass, ez még mindig nem tetszik. Mindjárt megnézem, hogy nekem megvan-e. Imperio. Szerintem meg kéne legyen. Vagy nincs. Nem, még nincsen meg az Imperio. Majd kellene, hogy az is meglegyen idővel. Na várjál, nézzünk körbe. Tényleg Petra, te hogy haladtál játékban mostanában, vagy most kicsit szüneteltetted? Rebellion. Az egy jó lehetőség esetleg, hogy újra előbb vagy. Azzal könnyebb lenne, hát elhiszem, csak még az nekem nincsen meg. De köszönöm a tippet, majd megpróbáljuk megszerezni. Azt ki kéne valahogy nyitni, nem? Ha.
Nem nagyon volt motivációm a játékra, pedig kéne haladnom. Hát én is így vagyok, látod, hogy havi egyszer leülök, x órát játszok vele, lehet ez is egyfajta motiváció ötlet Petra. Nem kell túltolni, mert azt én se szeretem, magamból kiindulva, és akkor így nagyobb élvezettel játszok ilyenkor x órát. Azt nézem. Ó, ott a karlátom. Aha, és akkor így be tudok jönni, tökéletes. Hoppá! Itt megint nagy harcok lesznek. Én jobban szeretek dobálózni, mint a varázsolgatni. A gyilkos nép. Ajjaj. Csak jobban haladnék nagy varázslatokkal, az biztos. Ahogy mondta Mária Knight is. De így is meg lehet csinálni, ha nem profi játszod, mint a Dave. Csak kicsit hosszabb egy harc. Pedig úgy emlékszem, Zsolt, te mondtad, hogy a végén már mikor erős vagy, akkor tök gyorsan lehet harcolgatni. Megvagyunk? Lett egy pár cucc. Rebellion. Aha, itt jöttünk ki. Nem nagyon volt motiváció a játékra. Ja, ezt már olvastam. Ne már itt nem kap jelet a telóm, állandóan megáll a videó. A szoború, hát reméljük, hogy gyorsan átérsz olyan helyre, ahol majd kap jelet. Aha, itt majd megint láthatatlannak kell legyek, úgy látom. PS5-ön toltam, de belefutottam egy glitchbe, és nem tudok tovább menni. Miért? Milyen glitchbe futottál bele, Chris from HD Gaming? Mi történt? Rebellion. Pedig tartom, hogy amúgy nem rossz játék. Aha. Ez baj, hatalmas húrókat építenek, akkor át, hogy ez a bánya sem elég neki. Menjünk innen, mondjuk el. Oké. Okay. Menjünk innen, kifele. Még valahol van egy láda. Na mindegy. A munkahelyen olyan, hogy blokkolja a jelet kollégám is panaszkodik erre. Ó, értem. Nekem is volt olyan, hogy az egész recepció részen nem lehetett telefont használni konkrétan, annyira leblokkoltak. Átérzem.
Egyik NPC-n nem akart beszélni, néztem videókat és ott beszélt. Hát az mondjuk tényleg kellemetlen, és azóta ilyen bugfixálós update-tel nem lett kijavítva. Még egy ötlet lenne, hogy hátha. Várjál, nekünk fölfelé kell menjünk. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Itt a felvonó. Welcome sight indeed. Aha. És akkor a felvonó visz fel. Aha. Tényleg furcsa, Petra, a rövid hajad. Ezt nem negatívan mondom, hanem tényleg meglep. Majd még nem láttalak rövid hajjal, közben ránéztem. Milyen helyen vagyunk. Ja, most megyünk vissza tényleg. Nice. Vagy várjál, most rossz felé megyek, nem? Összezavarodtam a bányába. Várjál, nem, arra kell. Eltévedek a saját helyem. Ott nem tudok átmenni. Már rémlik, hogy ilyen helyen jöttünk be. Aha. Megvan a kiút. Ha. Túlestünk rajta, gyerekek. Túlestünk. Imperióval pókokat tudok irányítani? Köszönöm a tippet. Ez jó hangzik. Meg hát gondolom, Petra, most neked is jobban pörgött a Starrail. Én is így voltam vele. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. Nem lesz a kaland partnerünk, mert azt mondja, hogy sok volt neki. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, igen, menjen el, tényleg nagyon sokat beszélek, és majd beszélek én a lobbokkal. Your goblin secrets are safe with me. But I get to write the book about this escapade someday. Könnyet írok erre a kalandról. Rendben. Írják könyvet. Without further ado, na, tök jó. Én még mindig nem vágom, Petra, hogy hogy tudom, hogy a 30-as fölé menjen, abba tudsz nekem súgni, melyik küldik el? Mert live-on kívül meg akartam csinálni, hogy ugye át-upgrade-elje, tudod, hogy még meg tudjam szerezni ezt a pár cuccot, de hogy nekem a 30-nál ugye megint pirosan írja ki, hogyha megnézed a legutolsó live-ot is, nem tudom, melyik küldik el hozzá. Hogy ez a fő küldetés lenne mindenkit. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me?
I expected Rookwood Castle to be deserted. Rookwood kastélyra számítottam, amikor megérkeztem, hogy megkezdjem a keresést, ezért meglepett, amikor egy boszorkányt találtam, hogy valamiféle rögtönzött kutatóhelyet hozott létre. Aha. Nem csak pók, mert elmélyíten tanulmányozott valamit, hogy szinte észre sem vett engem. Mikor felnézett, azt hittem, hogy félelemmel vagy megvetéssel fog reagálni, de ehelyett olyasmit tett, amit soha nem fogok elfelejteni. Ajjaj. Habozás nélkül elmosolyodott és megkért, hogy csatlakozzak hozzá. Ó. She told me that she was a researcher. Elmondta, hogy a kutató, és mutatott egy apró különös alapú tárolót, amelyen egy furcsa szimbólum van. Biztos volt benne, hogy kobolt színből készült, de nem tudja kinyitni. Együtt akart dolgozni velem. Miriam. Igen, de honnan? Professor Fig's wife. Fig professzor mesélt nekem a feleség kutatásairól, és tudok a tárolóról. Ah, tisztelet, amelyel a koboldokról, az intelligenciájukról és a képességeikről beszélt, teljesen váratlanul ért. Aha. A boszorkány vagy varázsló sem bánt velem, saját meglepetésemre hagytam neki a tanulmányozza a tartályt, megengedi, hogy egyedül kutassam át a kastélyt. We parted ways. Azzal váltunk el, hogy ígéretet tett, hogy megosztja velem akármit. More of Ranrock's recruits újoncai megérkeztek, és ásni kezdtünk, végül megtaláltuk az első repozíció akármit. Ranrockot lenyűgözte a felfedezésünk, de dühös volt, amikor Miriamról beszéltem neki, leszidott, amiért miért bízom egy boszorkányban. And I heard she'd been killed. Mikor megtudtam, hogy megölték. You think Ranrock murdered her? Azt gondolta, hogy Ranrock ölte meg, biztos is. I don't want to believe it. Remélem nem így volt, de nem tudom. I don't know. After that, something shifted in me. Ezután valami megváltozott bennem, és rádöbbentem, hogy a repozitióból származó erő átalakítja Ranrockot, átalakítja mindannyiunkat. Akkor az valamilyen gonosz erő. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok. Nem tudtam tovább támogatni, köszönöm, Lodgok. Azért mondtam el, hogy megértsem, mi forog a kockán. Ranrock még nem találta meg Bragbor összes naplóját. Ranrock never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest, amiket megtalált, arra utalnak, hogy Bragbor épített egy repozitiumot, hogy sokkal nagyobb, mint Rockwood kastély alatti. Mai felfedezésem mély aggodalommal tölt el, ha Ranrock megtudja, hol van, attól tartok, háborúk elkerülhetetlen lesz. Aha. I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Kiderítem, hogy mennyit tud Ranrock. Watch for my owl. Figyelj el, bagoly postám. Akkor majd fog nekünk üzenni valószínűleg. Na, ezt meg is csináltuk, srácok. Tökre örülök neki. Kis pillanat. I hope Professor Fig. Na, Abby. Azt hiszem, következő seprű fejlesztésem még lenyűgözőbb lesz. Jó, elmegyünk a söprűshöz. Rocksmorcba. Hol van a söprűs? Ezt mindig összekeverem. Kötetek. Ott van. Ígyni.
Na. Várjál, nem is oda ment. Haló, nekem a seprűs gyerekkel. Majdnem rossz felé mentem. Ott a karácsonyfa. Képzeljétek el, ma dúdolgattam karácsonyi dalokat random. Nem tudom miért, de így ehhez volt hangulatom. Tudom, fura. Mikor jön a nyár, konkrétan. Ott már seprűsködik a gyerek. Jó a seprűtkő? Elveszem. Harry Potteres felszedő szöveg, jó a seprűtkő kóla. Igen. Hello again. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Beszéljünk vele. Seprű gyorsulás sebességét jelentősen növelő fejlesztés. Mondjuk ez egy hasznos dolog. De 4000-be kerül. Van mit eladnom? Mondjuk van. Ez se kell. Ez se kell. Ez se kell. Hát ez meg végül is ugyanolyan. Ja, teljesen ráhangolódtam. Na, megnéztem az utolsó Honka is live végén, ami nem sikerült, boss, azt kéne megcsinálni. Trail of the Eberium Part 2. Az hol található benne? Megveszük a fejlesztést. Seprője az új fejlesztésünkkel készen áll, izgatottan várom már róluk a visszajelzést. Talán ez kicsi nagyképűen hangzik, de szeretné, ha még több repülési adatot szolgáltatnék. Látom, már jól ismer, úgy érzem, már a célegyenesben vagyok, de azt hiszem, még egy kicsivel többet ki tudnék hozni a seprőből. Tudtommal Miss Race tart időmérő futamokat a déli parti pályán, bár az időzítés sajnos korán sem ideális, mert oké. Azonban, ha elég magasan repül, nem jelenthetnek problémát, legalábbis azt hiszem. Rendben, engem nem ijeszt meg. I'm not worried, Mr. Weeks. Jó, jó, rendben, Petra. Megtennéd, hogy ezt bekommenteled nekem a legutolsó Honkai Live-hoz, hogy tudjam a címét a feladatnak. Köszönöm. Remélem, sikerült teljesíteni, azonban legyen óvatos, első a biztonság, nagyon várom a következő találkozásunkat. Na, ez is megvolt. Csillagos ég. Beszélj a részel. Jó, hát akkor el kell mennem hozzá. Ő a Roxfordban lesz szerintem, vagy nem? Kint volt? Ó! Hú! Hát ott még én nem is voltam! Úgy látom, új területre megyünk. Azt még az egész terület felfedezetlen. Az igen. Valamikor kell egy olyan live-ot tartsak, hogy nem feltétlen küldizünk, hanem felfedezzük az összes területet. Lehet a következő Hogwarts lesz. Hogy az összes ilyen zöld pontot megpróbáljuk elérni, ami van. Hát most legalább egy párat megpróbálunk, persze. Ahogy megyünk. Akkor seprűre fel most. És menjünk. Köszönöm szépen, Petra. Remélem itt simán oda lehet menni. Ú, ott van valami állat.
milyen állat van? Mik azok a kutyák? Vagy azok ellenfelek voltak? Oké, már jó pihenést. Várjál, mondjuk van ellenfél is. Ó, az már troll! Anyám! Az egy troll, így van! Az lecsapott. Húja, ez a troll megöl, bakker. Úgy. Na ez már ellenfél. Hát nem nagyon hatunk rá. Te jó ég, felszedtem a trolltakonyt. Valaki? Valaki trolltakonyt? És új állatot is fogunk fogni. Oda nézzetek. Levioso. Ah, murmánc. Hát gyertek ide, murmáncok. De szépek vagytok. Miau. Murmánc gyűjtés! Ne szaladj el! Ceca! Hát és te itt mit csinálsz, beszorult? Kimentjük a beszorult cicát. Tudta Hermione, a maskája murmánc volt. Én nem tudtam. Nagyon cukik ezek a cecák. A trollok már kevésbé. Oké. És itt végig ilyen trollok vannak. Akkor lehet repülni fogok. Aha! Hát itt repülünk. Nem fogok ott menni köztük. Várjál, hova kell menjek? Elvesztettem, hova megyek? Ja, oda. De nem jó, arra még nem enged el. Akkor oda még nem tudok elmenni, haló. Ja, hogy itt kéne menjek.
Si ya no me hace eso. Ja, csak seprű nélkül lehet. Aha. Mi újság, Noémi, hogy vagy? Ja, de még be se enged. Aha. Hát akkor még ez lehet, hogy máshogy lesz. Köszönöm, most már egy kicsit jobban, nem volt olyan jó kedvem, de már jobb. Valami észrevett. Ja, de ott van valami. Jaj, ne, ott a troll. Aha. Igen, de nekem oda kéne majd eljussak. Az hogyan gondolta a játék? De előtte próbáljak meg oda menni. How about some sightseeing? You will regret coming here. Who's that? Over here. És te hogy vagy, Noémi? De őszintén nem egészen látom, hogy hogy meg mint lehetne majd oda jutni, de majd rájövünk. Slow down now. Most hol vagyok? Várjál. Mert nekünk ide kéne hátra jönni majd, de hát... Innen nem tudok oda repülni. Valahol kéne legyen egy átjáró szerintem is. Tehát, hogy abból szinte biztos vagyok. Csak nem tudom, hogy hol. Hát, ha innen megtaláljuk. Ó, értem. Nem baj, én örülök, hogy így is benéztél. Fogtunk előbb cicákat. De hol lesz az átjáró? Tehát, hogy itt valamiért nem akar átengedni. Lehet, hogy még ezt a küldetést nem engedi, de akkor miért mondja, hogy beszéljek vele? Én ezt nem értem. És ha itt megyünk, mondjuk gyalog, ez meg nagyon-nagyon messze van.
Vagy várjál, és hogyha követjük ezt a csíkot. De itt meg már nincsen csík. Jó, ennek utána fogok járni, srácok, hogy miért nem tudunk bemenni. Vagy ha valaki tudja, az kommentelje már be. Nem egészen értem, hogy addig kell, amíg átjutsz a hegyekbe. Revelio. Az mi volt? Ja, ez ilyen nagy dugog. Szenvedjél, béka! Jó étvágyat, Pati, milyen sütit van? Na, level up voltunk. Ja, itt vannak a békák. Ezek a cuki békák, milyen hangjuk van már? Úgyhogy nem egészen értettem ezt a feladatos részt. Na mindegy. Ott vannak a sziszák. Mert a küldetésre meg pedig ezt írja. Aha. Hát akkor lehet, hogy azt majd még csak később engedi, vagy nem tudom. Térképcsarnok. Ez a Roxfordban van, gondolom. Aha. Honnan tudok én oda közel menni? Relatíve onnan szerintem aránynak. Ki akartam húzni a konnektorból a gépem, kirántottam a konnektort a falból. Az veszélyes, arra figyelj oda, hogy ne csinálj ilyeneket. Ez tényleg veszélyes lehet. Töltsed már! Off on another
adventure, are we? Alohomora. Na, a zárfeltörés, az még van, úgyis rég volt. Hoppá, hova megyünk? Ezt én se tudom. Revelio. Confringo. Hát szobor. Ládikó. Abba kasztyű. Már nem emlékszem, mit kellett a szoborra csinálni. De jó itt a karácsony özene, vagy ez a téli. Csak ide kirepülök. Jön lebegtetni a gömböt a kezébe, aha. De ez most hova mutat? Össze vagyok ma zavarodva, egyszerűen nem tudom hova kell menni. Szia Marci, mi újság? Veled Brawl Stars-oztam, vagy az másik Marci volt, ezen gondolkoztam. Na most már csak oda megyünk. Remélem. Mizu Marci, hogy vagy? Milyen napod volt? Éjszaka lett a játékban. Nem veled, jó-jó. Hogy nem találok, oda hallod. És akkor itt kavarodik össze a dév. Á, megvagyunk végre. Innen már megvan az út. Remélhetőleg. Amúgy Dév, azt megkérdezhetem, hogy a bűvészkedés választottad, mint hobbit, ezért a fejembe. Olyan valamit akartam, ami tényleg úgymond hasznos is, tudom kreativitásomat megmutatni benne, meg valami produktumot hoz létre lényegében, még ha nem is fizikálisan fogható, és szórakoztatás is, és akkor így. Nagyon röviden. De élvezem egyelőre a tanulgatást, csak még nagyon sok idő kell. Meg Jana is nagyon bíztat. Kiégtem magamon, kontrollerem akartam megnyomni, és elkezdtem nyomni a semmit a kamerán, az igen. Na itt a térképterem. Welcome back. Üdvözlöm ismét. Hello, professor. Üdvözlöm, professzor, híreink vannak, koboldok keresnek valamit, egy másik repozitórium fúrókat építettek, hogy segítsenek a kutatásban. Ez igazán aggasztó. Ezek a olyanok, mint a törölt tároló. Olyanok, attól tartok, nincs vesztegetni való időn. Genshin lesz mostanában? Nem. Mivel, hogy a másik, a Honkai sztárja jobban tetszik, és ugyanolyan kaliberű játék, egyszerre csak egyet játszok, főleg, és azt toljuk most. Mint ismeretes, annak idején én is igazgató voltam a Portrait igazgató irodában függ. Tulajdonképpen szemtanúja voltam annak, hogy Black professzor értesült az ön érkezéséről, és bevallom, elcsodálkoztam. Következő próba igazgató irodában lesz.
pontosan reméltem, hogy amikor eljön az idő, tisztséget, betölt összemély segítségünkre lesz. Sajnos úgy tűnik, hogy igazgatót nem érdekli semmi más önmagán kívül be kell jutni az irodába, amíg nem tartózkodik ott. Na, be kell lopozni majd az igazgatóiba. Rendben, majd kitalálok valamit, hogy bejussak. Hát, nem is nagy, legalább annyira legyek jó, hogy tudjam magam fejleszteni, kicsit önmagamévá tenni a trükköket, ezt már valamit próbálkozok, és hogy nektek szórakoztató legyen akár majd videó, live vagy élő találkozó kapcsán. Perhaps Professor Fig will know what to do. De most mit akar ez a Merlin próbákkal? De amúgy nem kizárt, hogy lesz valamikor Genshin, de úgy mondom, hogy így külön nagyon a közeljövőben nem tervezem. Viszont Fall Guys az igen, mert kijött elvileg az új szezon. Úgyhogy Fall Guys az majd várható. Most van benne a kávé. Küldj már róla képet, Pati. Aha. Fogja egy drillikot. Ó, oh, van egy ilyen? Jó. Ez hol van? Feladványügyileg. Óriás lila varangyot kell elkapnom. Ez az én küldetésem. De most a lila az? Nem, a lila az bezavar, ezt takarítsuk már el innen. Aha. Na nézzük meg azt az állatkát. Új szezon, eddig nagyon rézsesek a pályák, engem felidegesít, itt bajok vannak. Ajjaj, Pati, akkor félek. Lila béka, megidéztél. Pontosan, pontosan. De jövő hétre várható lesz a Fall Guys, ez szinte biztos. Fortnite szintén. Más meg még nem tudok. De hát már úgyis nem sokára meg tudjátok. Pénteken, várjál, holnap nem lesz live, szombaton dolgozok, most videók jönnek. Ilyenkor már elmondhatom, hogy vasárnap Goose Duck lesz, és lehet, hogy felváltva lesz, hogy Among Us és Goose is. Ezt még kitalálom. Vagy pedig Brawl Stars és Goose. Nem tudom. Meglátjuk, hogy lesz időm. Ezt még kitalálom, lehet kidobom majd szavazásra. Hát mondjuk lila békát örültem volna, ha nem éjszaka kell fogni. De lehet, hogy csak egy hosszú gúz lesz, nem tudom, minek örülnétek legjobban. Abban meg új perkek vannak elvileg, vagy hát ilyen új cuccok a gúz-gúzba. Megint. Szálljunk itt le, itt kell majd állatot fogni. Na, keressük meg azt az állatkát, hogy néz az ki? Valami madár? Ja, békát keresünk. A béka az madár, Pati! A béka az valami madár, a varangy! Dév és a biológia. Nem hiszem, hogy madár lennék. Á, itt nem fogok éjjel semmit látni, basszus kulcs. Ez mi? Nem tudom, én tervezem FN-be, Fortnite-ba kimaxolni a vasárnap. Hát fél jövő héten toljuk neki, csak live-ban nem tudom, mennyire tudsz jönni. Haló? Beszorultam. Haló? Na azért. Itt hol vannak a... Ott van.
Hát ez nem izé! Ez inkább dodó madár, hallod? Mi az, hogy varangy? Assignment's all finished. Everything's all right now. Hát protégót mondám, hogy tényleg potátónak is hallatszik. Ez egy dodó madár, kikérem magamnak ez. De akkor igazam volt, Pati, ez egy madár! Pedig nem tudtam ám. Csak hallottam a madár szárnyakat. Jó, mentem én ezeket a drikolokat. Szép drikol, jó drikol. Ma megtudtuk, hogy a varangy egy madár. Így van, ez valami messze félre fordítás volt. Ha délután lesz és 6 körül, akkor tudok menni, hát ezt így nem tudom megoldani, tehát amikor nekem jó, és nem csütörtökön, tehát nekem is beosztáshoz függ, Marci. És általában 6 után már zárom, tehát ez ilyen. Na ez, ott van egy még. Állj meg, madár! Szeret meg, hát mind drikol. Na, akkor vigyük vissza a drikolt, gondolom le kell jelenteni. Vagy nem kell, csak meg kellett szerezzem. Hát ok. Legalább megszereztük. Na. Mentsünk egyet, mert azért sokat haladtunk. Netem feladta, oh no! Oda is menthetünk egyet. Halli, Edi! Milyen napod volt? Szia, John! Mi baj? Bocsi srácok, muszáj vagyok egy mosdószünetet benyomni, mindjárt folytatjuk, jó? Egy 5 perc és vagyok. Visszamennék gyorsan.